Groteszk figurák és női alakok, izgalmas, szürreális világ és sejtelmes portrék. Többek között ezekkel a jelzőkkel illethetők Pálffy Julianna és Pálffy István művei, amelyekből a galéria vezetője a Farsang jegyében válogatott egy kiállításra valót. Meg akartuk mutatni a téma kapcsán, tehát a Farsang téma kapcsán, hogy ennek is van művész szempontból is női és férfi oldala. Julikának a nőiessége, a színek szeretete domborodik ki most is a témához kapcsolódóan, de általában attól függetlenül is. Putyunak pedig a groteszkre való hajlama és készsége ezeken a képeken is átütt. És úgy gondoltuk, hogy az ő párosításuk mindig egy nagyon izgalmas felvezetés. Az alkotók munkásságát Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója mutatta be, aki elmondta, a művész pár egy festői világot alkot, képeiket a szárnyaló tűz és a föld energiája hatja át. Pálffy Julianna Art Deco hangulatú művei kárpátaljai, ukrajnai, ausztriai, németországi, szlovákiai és hazai magángyűjteményekben találhatók. Visszatérő témája Velence, a karnevál. Az első teremben van a Karnevál Velencébe című képem, amit nagyon szeretek, az igazán a témába illő. Többször voltam is Velencében már a karneválon, ami meghatározó élmény volt. Többször meg is festettem ezt a velencei karnevált. Ide is csupa olyan képet hoztam, ami színes, vibráló, azt hiszem könnyű téma, és illik ehhez a témához. Pálffy István munkáit halsányabb hang jellemzi. Látásmódjában meghatározó a groteszk. Alkotásainak jelentős részét a cirkusz, a színház sejtelmes világa ihlette, képei az emlékek panoptikumára emlékeztetnek. Megfestem a fák fájdalmát, az emberek örömét és bánatát, a mindenféle viszontagságait meg, érdekességet. Amit látok, azt festek, csak egy kicsit így egy bizonyos lencsén át. A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján egy hónapon át látogatható a Nádor utcai galériában.